Üdvözöllek benneteket ma húsvétkor, és kívánok nektek kellemes húsvéti ünnepeket. A mai nap április 13-a. Egy mesebeli asztrológia. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. Ebben az indiai asztrológiában vannak úgynevezett tithik. Egy lefele menő tithi, vagy egy felfele menő tithi. Ezt ők vagy teli holdtól, vagy új holdtól számolják. A mai nap tehát április 13-a az ötödik tithi napja. És ez annyit jelent, hogy ma megvan arra a lehetőség, hogy egy új irányba nézzünk. Megvan az erő ahhoz, hogy ebben az irányban, ami az újdonságokat mutatja, hogy itt sikerünk legyen. Ez a tithi jelenthet egy új irányt, jelenthet változásokat, vagy egy újdonságot, és most megvan arra az erőnk, hogy ezt elérjük, sikeresen elérjük, hogy ez felvirágozzon, hogy ez sikereket okozzon nekünk. Az indiai asztrológiában vannak úgynevezett hold házak. A hold a Mula holdházban található. Ez lefordítva magyarra annyit jelent, hogy gyökér. Nekünk kell ma az az érzés, hogy mi itt legyökereztünk. A biztonság érzete. A nap az indiai számítás szerint még a halak jegyében van, de holnaptól már a kos jegyében. Tehát így a határon mozog. A nap mutatja mindig a havi témát. Holnaptól kezdődik egy új téma, mégpedig az, amit a kos jegye szimbolizál. A bátorságot, az új dolgokat, és lesznek változások. És ezektől a változásoktól nem kell, hogy féljünk. És most áttérek az elemekre. Van négy alapvető elem, mégpedig a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, és a víz eleme. A tűz elemében van a hold. Az indiai számítás szerint hold a nyilas jegyében van, a Mula holdházban, és ez a tűz eleméhez tartozik. És ez a tűz eleme mutatja a bátorságot, és a lelkesedést. De ha mi dühösek vagyunk valamire vagy valakire, az is a tűz eleméhez tartozik. És akkor az kell, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. A föld elemében van Mars, Jupiter, Vénusz, és Szaturnusz bolygó. A föld eleme adja nekünk a biztonság érzetét, és mutatja a tetteket, valami, ami valóra válik. Ezt átéljük most a szerelem területén, mert Mars és Vénusz bolygó az a párkapcsolatokra utal. A Jupiter bolygó adja a sikert, a lehetőségeket. Szaturnusz az megleckésztet bennünket néha, viszont Szaturnusz bolygó szeretné, ha ez kialakulna, ez a biztonság a párkapcsolat
területén. Érdekes az is, hogy Jupiter bolygó hatása alatt valamit eltúlzunk. Viszont Szaturnusz bolygó a korlátokat mutatja. Ezt egy hangba kell, hogy tegyük. A levegő elemében nincs bolygó, tehát hiányzik. Ezt ki kell, hogy egyensúlyozzuk. Így lesz a nap harmonikus. Kell a levegő. Ez a szabadság érzete, de az is, hogy sok mindentől elbúcsúzzunk, ami bennünket nyomasztott eddig, tehát fellélegezzünk, és mutatja a könnyűséget. És a nehézségek ellenére kell, hogy ezt a könnyűséget érezzük, így tudjuk a közelünkben lévő energiai mezőt harmonizálni ezzel a levegő elemével, a könnyűséggel. A víz elemében van a nap és Merkur bolygó. Nap hamarosan elbúcsúzik a víz elemétől, mert holnaptól már a kos jegyében lesz, és képviseli a tűz elemét, de ma még érezhető a víz eleme. A nap mutatja azt, ahol mi ki kell, hogy nyissuk a szemünket. Oda kell, hogy figyeljünk. A víz eleme tükrözi az érzelmeket. És Merkur bolygó közli velünk, igen, ez egy okos döntés. És most a kapcsolatok. A Hold ma délelőtt egy kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Ez a kapcsolat nehézségeket mutat. Merkur bolygó hatása alatt vagy beszélgetésről van szó, vagy egy hírről, egy kellemetlen hír, vagy egy kellemetlen beszélgetés. A Hold gyorsabban mozog, mint a bolygók, és délutánra elbúcsúzik ettől a kellemetlen kapcsolattól, és az azt jelenti, hogy megnyugszanak az események. Amennyiben valamilyen szerződést alá kell, hogy írjatok, vagy valamit meg kell beszélnetek valakivel, akkor az jobb lenne, ha délután lenne, és nem a reggeli órákban. Hold egy szép kapcsolatban van Szaturnusz bolygóval, és ez annyit jelent, hogy az érzelmeinket, amit a Hold szimbolizál, azt komolyan kell, hogy vegyük. Erre a komolyságra utal Szaturnusz bolygó. Például, ha valaki megsértett benneteket, az kell, hogy akkor ezt közöljétek, mert fontos, hogy mások tiszteletben tartsanak benneteket. És ez a mai lecke Szaturnusz bolygó hatása alatt és összeköttetésben a Hold energiájával. Szaturnusz nem csak a Holddal áll egy jó kapcsolatban, hanem Merkur bolygóval is. Tehát ennek van egy jelentősége, hogy itt tisztázzatok valamit. De ne délelőtt, inkább délután. Mars és Vénusz bolygó, ez egy úgynevezett trigon kapcsolatban van, az nagyon szép, nagyon kellemes. Az indiai számítás szerint Vénusz a Bika jegyében, Mars pedig a Kos jegyében, mindkettő a Föld eleméhez tartozik, és ez a biztonság érzetét adja, és ez a harmónia érezhető a párkapcsolat területén. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket! Dendera.